Sziasztok! Köszöntök mindenkit a hulladék nélküli otthonomban. Hosszú halogatás után most sütőnket egy alapos mélytisztításnak fogom alávetni. Menjünk bele, megnézem, hogy sikerül most a sütőnek ezt a mélytisztítását úgy megcsinálni, hogy mindenfélét ki fogok belőle szedni, amit csak lehet. Első lépésként egyelőre még mindent bent hagyok, és ecetes vizet fogok benne melegíteni, legalább 200-230 fokon. Ez egy fél órás procedúra lesz, legalább egy fél óráig fogom melengetni az ecetes gőzben a sütő belsejét. Remélem, hogy ez első lépésként hatékony lesz. Egy picit így hagyom, és addig viszont bekeverem a szódabikarbonás pasztát, amivel aztán majd az ecetes gőzölős tisztítás után át fogom súrolni a sütő belsejét. Ma már megsütöttem a kenyeret. Meg is mutatom nektek, mert most nagyon szépen sikerült, hogy büszke vagyok rá. Ma már nem lesz szükségem sütőre, ezt csak azért mondom, mert hogy nagyon bízom benne, hogy ha egyszer szétszedem ezt a sütőt, akkor utána újra össze is tudom rakni, és fogom tudni használni. Mindenesetre ma már nem lesz rá szükségem. Ilyen szép lett a kenyérkém. Hogyha szeretnétek, akkor majd csinálok erről videót. De vissza a témánkhoz. Szódabikarbonás súrolópasztát fogom elkészíteni. Az eredeti recept szerint 250 g szódabikarbonához egy evőkanál mosogatószappant vagy mosogatószert kell belekeverni, és nagyjából 1 deci meleg vizet. Mivel nekem mosogató lapkám van, nem lereszelem a mosogatószappant, hanem ezt a mosogató lapkát feloldom vízbe. A mosogató lapkát egyébként a mosom, ami kertétől szoktam venni. Szennyezett felületre ezt rá kell kenni ezt a pasztát, és utána úgy hagyni egy darabig, legalább az is egy fél óráig, és utána lehet ledörzsölni. Na, ez már egészen jól be is sűrösödött. Előkészítek mindenképpen egy surolókefét és egy fém dörzsit is, meglátjuk, hogy melyik az, ami hatékonyabban fogja leszedni a szennyeződéseket. Így már egyáltalán nem folyékony, tehát így nagyon jól rá lehet majd kenni a ráégett részekre. Egyébként illóolajjal lehet illatosítani, hogyha szeretnétek. Legalább fél óráig volt a sütőben a vízzel hígított ecet. Közben a sütő külsejét megtisztítottam. Nem tűnik úgy, mintha bármi történt volna, bármi változás. Még nem is súroltam meg semmivel. Itt van a sütőnk. Látszik, hogy milyen állapotok uralkodnak benne. Látjátok, azért erre is ráfér egy kis tisztítást. Megpróbálom itt beáztatni addig, amíg a sütő többi részét takarítom. Látszik már, hogy szépen jön rá. Mindenképpen megturbózom a pasztával. Szóval itt van a szódabikarbonás pasztám. Bekenem most a sütőnek a legtöbb részét. Legalább egy fél órát rajta kell hagyni. Jó maszatos feladat az egyébként. A szódabikarbóna az ki tudja szárítani a kezet, tehát aki érzékeny rá, annak érdemes kesztyűbe dolgozni. Ehhez a mértékű szennyeződés az, ahogy én itt elhanyagoltam ezt a sütőt, ahhoz a lufasztivacs az kevés lenne, de egyébként, hogyha rendszeresen karban tartjátok a sütőt, és megígérem, hogy mostantól én is így fogok tenni, akkor egy sima lufasztivacsos szódabikarbonás takarítás bőven elegendő ahhoz, hogy szépen tisztán levarázsoljuk a sütőt. Most ez a fémdörzsi az azért jó, azért szeretem, mert ez nem karcolja még az üvegfelületet sem, úgyhogy ezt bátran lehet használni. A szódabikarbonás takarítás után egyébként, ami fontos, hogy nagyon alaposan le kell mosni, hogy ne maradjanak rajtam fehér lepedékként a tisztítószer maradványok. Első pillantásra azt kell, hogy mondjam, hogy a nagyon leharcolt és nagyon elhanyagolt sütőmet egészen jól életre lehet kelteni és fel lehet újítani. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez a gumi szigetelés, ezt le lehet szedni. Amit szintén most fedeztem fel egy kampóval, remélem vissza fogom tudni tenni, de akkor én ezt most leszedem.
Az az igazság, hogy most úgy szétszedtem ezt a sütőt, hogyha esetleg nem tudom összerakni, akkor eljött az ideje annak, hogy lecseréljük. Így meglátjuk, kíváncsi vagyok, mi lesz. Nagyon jól alakul, megmutatom nektek közelebbről is. Akkor fog igazán látszani, hogy mennyire sikerült letörölni a szódabikarbonát a sütő belsejéről, hogyha megszárad, ha már nem vizes, mert akkor kiül rajta ez a fehér poros réteg. Hát ezt a rácsot nem egyszerű letisztítani. Én nem is tudom, hogyha egyszer új sütőm lesz, és abban is ugye a rácsot az hogy lehet rendesen karban tartani. Az biztos, hogy az nem segít, hogy ennyire ritkán tisztítom meg, mint ahogy eddig csináltam. Lehetne tökéletesebb is, de azt gondolom, hogy azért egészen jól sikerült. Ez valami gyönyörű szép tisztelet, és igazából nem is kellett sikamikálnom. Ez ázott a leghosszabb ideig a szódabikarbonás vízben. Nem okozott semmi problémát, még csak erőt csak kellett kifejteni ahhoz, hogy ez ilyen gyönyörűségesen tiszta legyen. És már benn is van. Íme. Ja, és amit el ne felejtsem, mert anélkül nem fogok tudni sütni, hát a szigetelőgumit is vissza kell még raknom. Ez nagyon egyszerűen megy, nem gondoltam volna. És kész is, ha tudom, hogy ezt is le lehet szedni, őszintén szólva eszembe sem jutott soha, hogy megpróbáljam. De most már tudom, és remélem, hogy aki esetleg eddig nem tudta, akkor most már ti is meg tudjátok próbálni. Tehát a módszer kétfejre lehet, az enyhébb szennyeződésekre ecetes vizet forralunk gyakorlatilag a sütőben, és annak a gőze leoldja a kisebb szennyeződéseket. Ha olyan elhanyagolt a sütőtök, mint például az enyém is volt, akkor viszont szódabikarbonás pasztát kell gyártani, és hát a fémdörzsi az nagy segítség. Ne felejtsétek el, hogy a javítom vagy cserélem témában írtam egy cikket a honlapon, a linket megtaláljátok a leírásban, és nyugodtan kérdezzetek, hogyha bármi kérdésetek van, akkor tegyétek föl. Honlapon egyébként mindenféle egyéb tippet, trükköt is megtaláltok. Természetesen lehet jelentkezni folyamatosan a Fenntartható Otthon mentorprogramra is, ahol viszont egyénileg személyre szabottan segítek nektek hulladékot csökkenteni az otthonatokban. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok velem, legyen szép napotok, sziasztok!